Szeptemberi rekord, tavaly 92%-kal emelkedett a felvételt nyert hallgatók száma a Nyíregyházi Egyetemen. Fejlesztések Ibrányban, utak, intézmények újulnak meg, de jelentős turisztikai beruházásokat is indít a városvezetés. Minden ember számít, a hajléktalanok méltóságára és a téli krízis időszakra hívja fel a figyelmet a Periféria Egyesület. Az előző tanévhez képest országos rekordot döntött tavaly a felvett hallgatók számának emelkedése a Nyíregyházi Egyetemen. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az intézmény a térségben működő szakmai szervezetekkel, foglalkoztatókkal együttműködve nyújt gyakorlatorientált képzéseket. A kampusz egyik kiemelt célja a nemzetköziesítés, az angol nyelvű képzések számának növelésével több külföldi hallgatót is várnak Nyíregyházára. Rekordot döntött szeptemberben a Nyíregyházi Egyetem, a beiskolázási mutatók, a felsőoktatási intézmények országos palettáján nézve is kivételes emelkedést mutattak az előző tanévhez képest. Országos rekorddal mintegy 92%-kal növekedett az első helyre a felvettek száma, és még dinamikusabban az első helyes jelentkezőink száma. Ez azt mutatja, hogy a térségben élő családok, diákok értékelik a Nyíregyházi Egyetemet, jövőt látnak a felsőoktatásban, és ez az érvényesülés, karrierépítésnek egy nagyon fontos lépcsője, de azzal, hogy mi nem budapesti vagy győri egyetem vagyunk, sokkal nagyobb a felelősségünk. A halmozottan hátrányos helyzetű térségből idekülő diákok számára mi tanítjuk meg az értelmiségi lét alapvető kellékeit. Legyen ez a kulturális élet, a sport, életmód, tehát ez a nagykorúvá válásnak egy olyan kapuja a Nyíregyházi Egyetem, ami csak akkor tud működni, ha itt nem olyan kollégák ülnek, állnak, oktatnak, akik leadják az anyagot és elszaladnak a következő órájukra, hanem valódi partnerként, mentorként kezelik a diákokat. Megújult a pedagógus és a művészeti képzések mellett a műszaki informatikai képzési gyakorlat is. A műszaki agrárképzések a másik jogelőd intézmény szintén megújultak, tehát olyan hihetetlen fejlődés van az agrárium világában, vagy a műszaki képzés világában. Itt, amit picibe látunk a Lego robotoknál, az ipari gyakorlat nagyságrendekkel felkészültebb mérnököket, műszaki szakembereket vár ma, tehát mindent visz a digitalizáció és automatizálás. Emiatt megjelent a képzési kínálatunkban egy nagyon erős informatikai képzés, ahol a kor kényszerei, ha nem akarnánk, akkor is előre kellene lépni, de mi ebbe igyekszünk zászlóvelők lenni. A térség munkaerőpiaci igényeinek kiszolgálása érdekében folyamatos a szakmai szervezetekkel és foglalkoztatókkal közös egyeztetés, együttműködés. A gyakorlatorientált képzések mellett a Nyíregyházi Egyetem egyik legfontosabb célkitűzése a nemzetköziesítés, melynek hozadéka a tárgyalóképes és szakmai nyelvtudással rendelkező hallgatók mellett a nemzetközi képzési kínálat fejlesztése is. Jelzett a szénmonoxid érzékelő, emiatt kiürítették a Szent Simeon görög katolikus idős otthont Gacsájon. Az esetről szombaton tájékoztatta az MTI-t az intézményt fenntartó Nyíregyházi Egyházmegye. A Szent Márta görög katolikus szociális szolgáltató központ Gacsái telephelyén péntek délután jelzett a szénmonoxid érzékelő. A csengeri önkormányzati tűzoltók és a gázszolgáltató munkatársai helyszíni bejárást tartottak, és új szénmonoxid érzékelőket helyeztek be, amely péntek este újra a mérgező gáz jelenlétét érzékelték. A lakókat és a műszakban dolgozó munkatársakat a Mátészalkai kórházba szállították kivizsgálásra és megfigyelésre, amelyet azóta mindenki elhagyhatott. A Nyíregyházi Egyházmegye közölte azt is, hogy a meghibásodás kivizsgálásának idejére a lakókat a Szent Anna görög katolikus idős otthonban helyezték el.
Idén is jelentős beruházásokba kezd az Ibrányi Önkormányzat. A város a 2021 és 2027 közötti időszakra mintegy 4 milliárd forint értékű településfejlesztési támogatásból gazdálkodhat. 2024-ben utak, intézmények újulnak meg, de jelentős turisztikai beruházásokat is indít a városvezetés. Novemberben ünnepelte várossá válásának 30. évfordulóját Ibrány. A település kettős jubileumot tartott tavaly, hiszen 10 évvel ezelőtt a térség járási központja is lett. A város nagyszabású rendezvénysorozattal emlékezett az évfordulókra. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tartalmas, értékes színvonalas programokat tudtunk egész évben biztosítani a lakosság számára. Novemberben volt a záró akkordja ennek, amikor is néhai polgármesterünk Berencsi Béla halálának 5. évfordulójára is megemlékeztünk. A képviselőtestületünk döntése értelmében a polgármesteri hivatal és a rendőrös közötti teret róla neveztük el, és egyébként pedig az esbóhalmi kincsek kiállítása volt megtekinthető még a művelődési központban, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, hiszen az bizonyítja, hogy Ibrány területe már a honfoglalás óta lakott volt, és a legrégebben, vagyis a leggazdagabb leletet tárták itt fel, 269 honfoglaláskori sírt tártak itt fel, és ezeknek a emlékeit hozták el a József András Múzeumból, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre, hiszen még Magyarország alaptörvényébe is bekerült az a hajfonat korong, ami most egyébként Ibrányban megtekinthető március végéig, úgyhogy biztatok mindenkit, nem csak ibrányi lakosokat, hanem a járás lakosait is, vagy a megye lakosait is, hogy tekintsék meg ezt a nagyon gazdag és nagyon értékes kiállítást. Az önkormányzat a nehéz gazdasági körülmények ellenére sikeresen zárta a 2023-as évet. A vármegyei turisztikai beruházások keretében egy rendezvényház épült a Tiszaparti tábor területén. A part és a strand fejlesztésére további 250 millió forint értékű forrást nyert a város, ezeken felül pedig az infrastruktúra korszerűsítésére, kialakítására is kapnak támogatást. A Tiszapart megközelíthetőségét is folyamatosan javítjuk, hiszen top pluszos forrásból 200 millió forintot nyertünk top pluszos forrásból belterületi utak fejlesztésére. Itt lesz olyan út, ami majd a Tiszapartunk tábora előtt található utat érinti, illetve lesznek majd a városközpontban is utak, de itt szeretném megemlíteni a mezőgazdasági útfejlesztésünket, ami összeér ezzel az aszfaltos úttal. Ennek köszönhetően a töltésünk kikerülésével is el fogjuk tudni érni a Tiszapartunkat és a strandunkat is. Ibránya 2021 és 2027 közötti időszakra tervezett településfejlesztési programjára összesen mintegy 4 milliárd forintnyi támogatást nyert. A beruházás sorozat a közeljövőben folytatódik. Csicsergő óvodánk baptista fenntartásban működik, erre 500 millió forint forrást tudtunk nyerni. Ez fog szerintem a leghamarabb elindulni. Szeretnénk a Tiszapartot is indítani tavasszal, az utak, de fog még épülni inkubátorház az ipari területünkön, ott is volt már kint a Kölcsei TV stábja, úgyhogy remélem, hogy erről is hamar be fogunk tudni számolni itt, és hát a szegregátumunkról se feledkezzünk meg, hiszen a szegregátumainkra is komoly forrás nyertünk, komplex programok megvalósítására is 200 millió forintot, és körülbelül ugyanennyit az ottani lakások fejlesztésére, parkok, játszóterek kialakítására. Egyébként nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több mint 70 bérlakása van a városnak, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó szám ehhez a közel 7000 lakoshoz. És azt gondoljuk, hogy ha a lakhatás és a munka biztosított, akkor a Ibrány népesség megtartó ereje is hosszú évekig még az lesz, és erősíteni tudjuk ezt ezekkel. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy felhívja a figyelmet a város határában fekvő esbóhalom történelmi értékeire. Ennek érdekében a terület megközelíthetőségét javítanák, valamint egy pihenőhely kialakítását is elkezdik majd a közeljövőben.
Minden ember számít. Ezzel a címmel indított új programsorozatot a főként hajléktalanokkal foglalkozó Periféria Egyesület. Szoboszlai Katalin, az egyesület elnöke azt mondta, fontos, hogy a hajléktalanoknak is megmaradjon a méltósága, és ebben nem csak az adományok eljuttatásával próbálnak segíteni nekik, hanem különböző programok szervezésével is. Tartós élelmiszer és téli ruhaneműk. A legtöbbet most ezekkel a felajánlásokkal segíthet a lakosság a hajléktalan ellátásban, mondta Szoboszlai Katalin. Az immár több mint 20 éve működő Periféria Egyesület elnöke szerint a 2023-as év alapvetően abban különbözött az előzőtől, hogy a koronavírus járvány lecsengésével kezdett visszatérni a lakosság adományozó kedve. A betegség idején nagyon alacsony volt az embereknek a szolidaritása tőlük sokkal rosszabb helyzetben lévők iránt. Mert hogy nyilván mindenki meg volt ijedve, nem ismerte a betegséget, meg be is zárkózott, és nem ment sehova otthonról, és ez mondjuk érződött azon, hogy jóval kevesebb lakossági felajánlást vagy adományt kaptunk a hajléktalanok segítésére, mint a COVID előtti időszakban. Az Egyesület Diszpécser Szolgálata mindezidáig 4500 alkalommal szervezte meg hajléktalan emberek ellátását, emellett mintegy 14000 adag élelmiszert osztottak ki, és több mint 3000 alkalommal segítettek utcán krízis helyzetbe került embereknek. Nyíregyházán a szakemberek becslései alapján 3-400 hajléktalan él, akiknek döntő többsége elfogadja a szociális intézmények védőhálóját, de egy kisebb részük más úton próbál túlélni. Elsősorban rájuk fókuszálnak az Egyesület munkatársai. Akikkel mi napi rendszeres kapcsolatban vagyunk, az körülbelül 50-60 fő, és akik még így hajléktalanok a városban, és mondjuk utcai munkát nem lesz nekik igénybe, de a szállásnyújtó intézményeket igen, általában azt mondjuk, hogy 3-400 hajléktalan emberről beszélhetünk a városban. Ez nyilván nem egy felméréssel igazolható pontos adat, ez sokkal inkább egy becslés, illetve az intézményekben megfordult hajléktalanok számából. A szakember hangsúlyozta, a téli krízis időszakban különösen fontos, hogy a rászorulók ne maradjanak segítség nélkül, ezért hozták létre a 24 órás krízis autószolgálatot és a 24 órás diszpécser szolgálatot. A hajléktalanok segítésében a téli krízis időszak az mindig november 1-ig indul, és március 31-ig tart. Így tehát ugye gyakorlatilag az évnek az utolsó két hónapja, és a következő évnek az első három hónapja, és így összesen 5 hónapról van szó. Ilyenkor a hajléktalanok ellátása az egy kiemelt szakmai feladat, erről a szociális törvény rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az utcai szociális munka is este 10 óráig tart, tehát reggel 8-tól este 10 óráig, illetve 24 órában működik a regionális diszpécser szolgálat, és itt nekünk a városban, illetve Szabolcs megyében is mi üzemeltetjük a 24 órás krízisautó szolgálatot. Hozzátette, 2023-ban Minden ember számít címmel egy olyan új programsorozatot indítottak EU-s pályázati támogatással, amely a hajléktalan emberek méltóságára hívja fel a figyelmet. A hajléktalanok számára e program keretében lehetőség nyílhat többek között ingyenes színházi előadás látogatásra, közös kávézásra a lakossággal, a fiatal korosztály számára pedig alkotói pályázatot hirdettek. A külsőségek helyett a belső értékek fontosságára hívja fel a figyelmet a Móricz Zsigmond Színház legújabb gyermekelőadása. A Szépség és a szörnyetek történetét egy animációs mese tette világszerte ismerté. A Nyíregyházi Teátrum zenés egyfelvonásos előadását február 9-én mutatják be a Kőszínház nagy színpadán. Meglássuk a jót abban, amit igazából első körben, amikor olyannak vérjük, akkor eldobnánk, de mi van akkor, ha megpróbálunk érte küzdeni. A külcsín helyett a belbecs számít. A napjainkban is érvényes bölcsességről szól a Szépség és a szörnyetek című mese világszerte ismert története is, amelyet a Móricz Zsigmond Színházban visznek színre hamarosan.
Ez nem a Disney-féle verzió, tehát itt például ez a Gaston szerelmi történet, ez egyáltalán nincsen benne az eredetibe, itt sokkal inkább a családi kapcsolat, a családban lévő problémák, illetve főként egyébként társadalmi és anyagi helyzetek miatt történt problémák az alapvető kiinduló pont, és talán egyébként ebben a korban, amikor ez a, mondjuk úgy, hogy ez a népmese papírra került, és lett egy lenyomata, akkor leginkább erről az előre elrendeltetett házasságkötésekről szólt, vagy ezt szerette volna példázni, amihez azt gondolom, hogy remélem, hogy manapság már nem annyi közünk van, de közben meg maga a mesének az alaptörténete, hogy nem a külcsín, hanem a belbecs az, ami fontos, az viszont örökérvényű még ma is. Az előadás első olvasópróbáján nem csak a színpadkép és a jelmezek vázlatait láthatták a színészek, a darabban hallható dalokból is ízelítőt kaptak. Az olvasópróbán elhangzott, az előadás különlegessége, hogy egyszerű eszközökkel törekszik közvetíteni a történet összetett mondani valóját. Három leányzó és az apa, valamint a szörnyeteg és egy inas, aki a mesélő szereplője, tehát ennyi igazából a szereplő gárda. A kivitelezésében pedig valóban, ahogy említettem, eléggé minimalista a történet, ami erőteljes szimbólum az a rózsa nálunk, arra van egy erőteljes képi világunk, és igazából az dominál, főleg az egész előadás alatt, és szeretném minél inkább a színészi, és ezen belül is leginkább a herceg és Bell történetére, és a színészek játékára helyezni a hangsúlyt. A Szépség és a szörnyetek bemutatója február 9-én lesz a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. A darabot Halasi Dániel állítja színpadra, a főszerepekben pedig Kis Eszter Júliát és Gulácsi Tamást láthatja majd a közönség. Győzelemmel kezdte az évet a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák az NB1B piros csoportjának 14. fordulójában hazai pályán 78-69-re verték a Budafokot. Merin Mehmedovic 13. helyen álló együttese csütörtökön a 10. Jászberényt fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. Jól kezdték a meccset az előző évet győzelemmel záró hazaiak, a 4. percben 10-0-ra vezettek a Cápák. A negyed végére egy pontra felzárkózott a Budafok, két negyed után pedig 3 ponttal vezetett a Nyíregyháza. A harmadik játék részben 10 pont fölé nőtt a különbség, majd 15 pont is volt a hazaiak előnye. Végül 9 pontos sikerrel kezdte az évet Merin Mehmedovic együttese. Minden meccs nagyon fontos, mindenki játszik győzelemért, mindenki számol saját eredmény. Ez a január szerintem ez a kulcs hónap nekünk. Jó kezdünk. Nagyon, hogy mondom, vártam ezt a meccs, és valahogy úgy gondolok, hogy ezt a meccs után kicsit könnyebb lesz játszani ilyen típusú csapatok ellen. Sorsolás látva, három csapat, aki közel van, mi oda menjünk. Középső szintű csapatok jönnek ide. Itt lesz nagyon sok meccs, ami dönteni fog egy labdával, vagy egy lepattanó, vagy egy zicser ide, és nekünk itt kell javítani a dolgát. Fegyelmesen büntetni az, amit kell, és nem lesz ilyen, hogy a hosszabbítás, vagy a 2 pont, vagy 3 pont. Meccs elén elkezdtünk nagyon jó ritmuson, úgy, ahogy megbeszéltünk, és utána egy-két cseré után kiborult ezt a dolog. Az is kell venni a figyelembe, hogy a külföldi játékosunk még nem top forma van, de felkészülés és a forma javítása megy, és sokkal könnyebb, hogy győzelem mellett. A vendégek edzője szerint a két csapat erőnléte közötti különbség döntött a nyíregyházi együttes javára. Sajnos fizikálisan bedaráltak minket, ez a második féldőben egyértelműen kijött, hogy az ilyen fizikális csapatok ellen bennmaradunk, nem tudjuk kontrollt tartani, főleg a támadás esett vissza abban a periódusban. 13 pontot dobtunk a harmadik negyedben, abszolút megérdemelten nyert a Nyíregyháza.
Tarján Izsák 21 ponttal, 15 lepattanóval és 4 blokkal vette ki részét csapat a győzelméből. Dolgoztunk végig a szünet alatt is, egy kisebb szünettel, tehát beletettük a munkát. Én úgy gondolom, hogy a csapatban abszolút bennem volt, bennem is bennem van ez a teljesítmény, hanem is minden meccsen, de igyekszem kihozni magamból, és ma kijött a lépés, és a csapatnak is, és győzelemmel tudtuk kezdeni az új évet, és szerintem jó úton járunk ezzel. A forduló további eredményei a következők: Fót BKG Prima Akadémia 85-74, Vasas Akadémia Óbudai Kaszások 78-74, TF Budapest Jászberény 78-72, Salgó Tarján Deac 23 66-74, Újbuda Mavc Meavc 120-74 és Pécsi VSK Cegléd 92-84. A tabella élén a PVSK áll 13 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Vasas Akadémiát. A 3-11-es mérleggel 13. Nyíregyháza csütörtökön az 5-9-el 10. Jászberényt fogadja. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Tanévet még nem, évet azonban értékelte a Nyíregyházi Egyetem rektora a Kölcsei Televízió híradójának. A tavalyi beiskolázás sikerét mutatja, hogy az intézménybe felvett hallgatók aránya 92%-kal emelkedett az előző évihez képest. A kampusz gyakorlatorientált és növekvő számú nemzetközi képzéssel igyekszik kiszolgálni a munkaerőpiaci igényeket. Tovább erősítette térségi központ szerepét Ibránya az elmúlt egy évben. A város 2027-ben záródó településfejlesztési programjának köszönhetően összesen mintegy 4 milliárd forint értékű beruházás sorozatot végez az önkormányzat. Ennek keretében utakat, intézményeket újítanak fel, de turisztikai attrakciókat is kialakítanak a településen. A téli krízis időszakra hívta fel a figyelmet Szoboszlai Katalina, a Periféria Egyesület vezetője. A szociális szakember szerint jelenleg a melegruházat és a tartós élelmiszeradományok felajánlásával lehet a legtöbbet segíteni a rászorulókon, de emellett fontos az is, hogy a hajléktalanok az év minden évszakában megőrizzék méltóságukat. Ebben igyekeznek támogatni őket egy új programsorozat keretében, melynek címe Minden ember számít. Január 8-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Nem sokára jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden észak felől egyre nagyobb területen kiderül az ég, az északi-északkeleti szelet, főleg az északkeleti ország részben sok felé kísérik erős lökések, majd csillapodik a légmozgás. Napközben 0, +2 fokot mérhetünk.